Hello, szavaztok. Üdv, jó heggelt kívánok. Jó heggelt. Puszi a pocitokra, szavaztok srácok. Üdv, szia Nicolettus. És ma azonnal leszek is, meg nem is, mert még itthon vagyok, dolog van, meg beszélgetni is kell a rongonsággal, de igyekszem. Rendben, Nicolettus, vettem. A főri vette, szia Nicolettus, amúgy csak így mondanám neked, hogy visszakerült a mi a fasz. A mi a fasz, a jeled. Úgyhogy ez csak neked, csak most, csak remélem már benn marad örökre, úgyhogy a mi a fasz újra ott van, ami ott van az az, ott van az a nyomba, a mi a fasz jel. Úgyhogy ez csak a Nicolettus jel, át kellett volna írnom Nicolettusra. Már hiányzott nekem is amúgy ez a Mr. Spongyabob, de tegnap elérhetővé tettétek nekem, nagyon szépen köszönöm, hogy plusz egy emojit berakjak, úgyhogy köfi. És úton van egy új animált emoji srácok, de még a Twitchnek úgy ezt konfirmálnia kell nekem, úgyhogy kb. Egy hét szerintem, mert kurva sokáig tart neki konfirmálni a cuccot. De ha minden igaz, akkor bekerül egy új animált emoji. Egy rage-es, amin kb. Ütöm így a széket, úgyhogy valami ilyesmi emoji, egy animált emoji fog bekerülni a dologba. Jó. Indítom a játékot. Folytatódjon tovább az őrület, a faszomat. Jó, ott is vagyunk. Rendbe. Ugye ott hagytuk tegnap abba. Amúgy nagy átverések vannak itt, srácok. Hogy így gyorsan elmondjam, mert itt azt lássátok, hogy itt tele... Itt Makió, szia, pálikás jó reggelsz, pálikás jó reggelt neked is. És oda nézd, mi a alapító jelvénye van Nyitmakiónak a kurva életbe, bazd meg. Nem is tudom, hogy ezt így említettem, mert tegnap Nyitmakió, de... Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Azt a kurva alapító jelvényes mindeneteket. Behúztad még. Nagyon szépen köszi. Na, mit akartam mondani? Ja, az, hogy nagy átverések vannak itt, srácok, mert... Csak azt lássátok, hogy itt minden patent, minden izé, haj belőve. Közben, meg így deréktól lefelé, amúgy pizsamában és mezítláb vagyok, úgyhogy nagyon szexuális. Esküszöm, nem volt időm, bazd meg, mert meg kellett néznem még Obi-Wannak a harmadik részét. És... Na, nem volt időm, hogy fölvegyek egy gatyát, meg egy zoknit, úgyhogy... pizsamákba és így mezítláb nyomom a helyzetet, úgyhogy de lehet jó lesz. Na, oda nézs, passzer azon nyomban. Na, ott hagytuk abba tegnap a nagy őrületek közepette, hogy meg kellene csinálni a level 46-os szintet, de most már vannak újra bountyjaink, úgyhogy meg is nézzük a bountykat szerintem, hogy gyorsan befejlesztjük magunkat level 46-ra. Jó. És akkor mehetünk is megcsinálni ezeket. Bassza meg! Srácok, azt fog külön csinálnom, mert ugye most nyomom a felvételt is mellé, hogy legyen 1440p a cucc. Hallod, két, ma lassan mennyi ilyen, 30 valahány órája van föltöltve a videó. Csak az a baj, hogy egészbe a 5 órányi adag, és még a YouTube, ami most lemegy, még már úgy mindig megy a YouTube videó. Most is jelenleg. És mi mindig nem 1440p a videó, 1080p a videóban, de mi mindig nem lehet átrakni 14, mert mindig dolgozza fel a HD videót, bazdmeg. Ez nonsense. Úgyhogy széje fogom vágni, úgyhogy remélem minden egy óránként le tudom állítani a felvételt és újraindítani, ha nem felejtem el. Úgyhogy most ez a terv. Hogy ne töltsek fel olyan nagy órányi mennyiséget, meg 107 gigákat egybe. Úgyhogy megpróbálom majd feldarabolni az utcát. Oda néz, experiences ember. Így könnyű. Kemény mezítlábos streamek mennek itt. De amúgy még jó is, mert a hideg talaj... Tól lehet nem leszek annyira izzadt. Vagyis picit így... Segít abba, hogy érezzem a hideget is.
Mert persze még arra sem volt idő, hogy a kibaszott ventilátort behozza. De nem baj. Majd minden megjössz. Mert ugye este 8 után fejeztük be tegnap a streamet, és már itt is vagyok. Le balance. 40 oda néz, a másokat is csináljuk, nagyon jó. Úgyhogy itt kettő questet csinálunk, az a jó. Jáncsok, milyen pályarészek lesznek ebben a játékban, meg egyszerűen mikor fogjuk elérni a 60-as szintet, mert ha jól tudom, a 60-as szint a utolsó játékban, nem? Vagyis a végleges, és aztán utána már paragornak. Ha minden igaz. Úgyhogy még holnap Diablo lesz amúgy délután. És kurvára jó lenne addig elérni a 60-at, de hát azért annyira nem bízok benne, hogy holnapra elérem a 60-at. De kíváncsi vagyok. Megteszünk mindent azért, hogy meglegyen. Három küldi is megy bajnod most. Oké. Minden csontpajzs, mérgezéstől kezdve minden is van. Skill not ready. Amúgy hiányzik nekem ez a robbanósdi. Bassza meg, hogy csak 4 skillt lehet használni. Vagyis 5-öt. Egy alap skillezéssel, akkor is. Annyi billentyű gombom van, simán berakhatnám összesre. Oda nézd, most nézem, hogy még a csontik is kapnak pajzsot. Ezt eddig nem is láttam, hogy ez most lehet valami újítás. Vagyis újítás, lehet fölfejlődött itt a csontpajzsom, és akkor ők is kapnak csontpajzsot. De lehet, eddig nem vettem észre. Ha is bele van, mert tettek, hanem nem nagyon tudtam figyelni a játékra így őszintén. Jó, az első bounty megvan, úgyhogy húzhatunk innen tovább. Itt ezt a kettőt itt nézzük. Kalózokat kell ölni, meg valami int, faszom tudja kicsodált valakit. Azok itt vannak csak. Jó, na. Remélem ezek a vártok, nekünk itt vannak ilyen napi ajándékok amúgy. 100 pénz. Shop bundles. Igen, ezt beklájmoljuk, nagyon jó. Beszippansuk, oda néz 5000 arany. Nagyon szexuális. És melyik az a experience-es láda, bazd meg, amelyiket itt használják emberek? Ja, itt is kapunk még pénzt. One time rare crest, I will first kill of the day. Itt van még egy... Hű, itt valami legendari. Én egyet sajnálok ebben a játékban, mégpedig, hogy a Witch Doc-it nem raktál be. Kedvenc karakterem volt D3-ban. Az a Battle Pass-nál van? Ja, de szerintem be fogják dobni majd. Nyitmakió. Szerintem biztos jön hozzá majd még content és beraknak új karaktereket. Mint hogyha valami olyat hallottam volna amúgy, hogy ez még nem a végleges. Hogy majd szerintem még fog jönni új karakter is a játékban. Na Witch Doc-i az tényleg kurva jó karakter. Megidéz minden pasztit, bazd meg. Hát avval tényleg olyan volt játszani, bazd meg, hogy melletted ilyen 100 millió karakter volt, vagyis NPC veled. Azt a hétszentség és kurva eget, bazd meg, milyen gyűrűt kaptam, te jó szent szűz Mária kislábúja, bazd meg. Oké? Okay? Picit elszálltom. Ezt kaptuk most. Hát... Nem kell. Zuni Mastra szet és kis késes izék szétváltak mindent is.
Hú, baszki, a Diablo 3-ot minden karakterre, nem tudom, szerintem 100 milliószor kivittem. Az a baj. És azért az a baj, mert el sem tudom képzelni, hogy mennyi időt belebasztani a Diablo 3-ba. Diablo 2-ben annál kevesebbet amúgy. De a Diablo 2 akkor is 100-szerűbb, mint a Diablo 3. És akárki mondtad akármit, akkor is, hogy Diablo 2 a best. Máté King, szia, üdvözöllek újra, hello! Mikor jelent meg a Diablo 3? 2010 környékén, vagy 2013? Vagy most keverem a GTA 5-te. Nem tudom, azt hiszem a GTA 5 jelent meg 2013-ban, és a Diablo 3 az két... De is valahogy úgy 2012-3 felé jelenthetett meg a Diablo 3. Na és én előtte, még amikor ugye megjelent a Diablo 2, akkor én még pöcs voltam, mert az nem tudom, két... Idén volt 10 éves, akkor 2012, ja. Amikor a Diablo 2 az mikori? Az talán 2001-es lehet. Na hát én akkor 10 éves voltam, úgyhogy akkor még nem diablóztam kurvára. Úgyhogy én nekem a Diablo 2 már csak azután jött. Ugye amikor Xbox 360-on elkezdtem Diablo 3-ozni, blablabla, és aztán, hogy hú, milyen jó az a játék, mert úgy még kurvára nem ismertem. Hát és akkor hol van a Diablo 2, hogyha ez a Diablo 3, már csak utána néztünk, hogy mi van. Hogy ez csak PC. Hát akkor mi nem volt PC-s, de amint lett PC, akkor rögtön ment a Diablo 2, és rá kellett jönni, hogy az kurvára nem olyan, mint a Diablo 3-ban. Sokkal nehezebb, sokkal nagyobb odafigyelést igényel, sokkal nehezebb tárgyokat találni benne, a skillezés, meg minden ilyesmi, úgyhogy tudom. 2000 július 29, azt a kurva életbe, azt mondom én. Akkor nem is voltam, még 9 éves voltam csak. Hol tudtam én azt, hogy milyen egy ilyen izé... Diablo játék. 9 évesen még a PlayStation 1-et nyomtam szerintem. Még a Donald kacsás játékot, meg a faszok ugyanúgy, meg a Crash Bandicoot, meg a BMX, Tony Hawk, ilyenek mentek akkor. Nem a Diablo. A Diablo az már nagy pöcs koromba jött újra. Na! Bounty 2 megvan, és még maradt 2. Jó. Ő meg 50 kalózocskát. Vagy ez a... Na várjál, itt van valami Hodin Buckley. Hol van? Várj, itt vannak a kalózok. Várjuk, ezt meg megkúrjuk. Csak a XP! Kell a XP, bazd meg. Hű, lila sugár, azt nem szeressük. Azt a Diablo 3-ban sem szeressük a lila sugárat. Hétfőhöz illő fegyvert vettem. Fegyvert? Vásároltam már, hogy már izére gondolkozott fegyverekbe. Hétfőhöz illő ruhát vettem fel, baszki. Monday, you bastard! Ez egy elbaszott hétfő, de nem baj! Jaj, az a baj, ma nem tudjuk olyan sokáig nyomni, bazd meg, hanem csak ilyen 4 órát, csak. 4 órát, mivel délután megyek tornázni. Úgyhogy ilyen 2-3-ig nyomathassuk ma. Hát remélem azért egy pár szintet tudok lépni. Kapod, puzi! Oké. Okay. Gyerünk, dobd aranyat, azon. Nagyon szexuális. Mindent is dobjál nekem. Forciózás működik. Gyerünk, szed! Hát nem kéne mindent felszeregettem, de leszarom. Majd megyünk a Mr. Kováshoz. Jó, gyertek kalózok, mert mindig meg kell belőle, mert kellene a 27-5-öt.
Á, itt vannak. Spawnoltak. Szóval akkor lényegében a Battle Pass kéne megvennem, hogy fejlődjek szinteket. Nagy szinteket. Legyen nagyobb a experience-es csupcom. Az itt van lent. Ez micsoda? Legendary gem. Soria. Legendary gem. Ez hány színnél lehet az experience-es cucc? Chat emoji. Chat emoji. Hát én nem látok ilyet. Sehol. Fasz tudja. Igen. Közepén. Ja, hogy így. Oké. Várjál, mi történik nekem itt? Itt voltak valami hangok. Várjál, menjünk vissza, nézzük azt meg. Gain SS-től level track, rewards until the end of season. Rank 1, igen. 30 nap múlva végez. Cierus! Halió, erő, egészség, jó reggel, Cieruskám, mi a helyzet? Jó, nem mit tudja, meg akarnám venni, csak kíváncsi vagyok, hogy hol vannak ezek, mert én nem láttam sehogy. De ez lehet, hogy nem az. Igen, én se láttam olyan izét, olyan cuccot, hogy experience plusz. Azt tudja, nem tudom. Mert így látom emberek feje felett, hogy experience, meg minden fasz. Nem tudom, honnan szopják ki. Valahonnan biztos. Na mennyit kell még ezekből megölnöm? Ezek a búzinátorokból? Még különhetet. Haló élet! Halt, mit ilyen fasz csináltok? Jó, még 11. Na már csak 10. Hú, itt vannak lent valami nagy buzik. Átkozott, szarametek! Ellettetek átkozva, mindjárt jön Jack Sparrow és tét úrant titeket. Hú, azt is meg kellene nézni újra, bazd meg a jó kis Karib-tenger kalózait. Na most annyi film van, meg annyi sorozat, bassza, meg nincs időm. Még a James Bondot is kéne folytatni. Újra megnézni, meg akarnám nézni Alieneket, mindent is, Jézusom. És nincs idő, bazd meg. Minden oké, és eszembe jutott, hogy leszel 10-től, és például van egy kis időm, gondoltam, benézek. Nagyon jól tettél, Erus, köszönöm szépen. Király vagy. De srácok, hogyha nem tudnátok, hogy mikor tól vagyok, ott van a menetben. Egész hónapra ki van töltve, úgyhogy mindig nézhetitek, hogy mikor vagyok. Nem mondom, hogy nem változik, mert változik, de úgy kb. 80%-ban mindig úgy van. De általában Discordon szoktam szólni, hogyha véletlenül van ilyen változás. Na, 3 bounty megvan. Menjünk erre a 10-es lófaszra. Ami itt is van, meg itt is van. De itt kis körbe van. Csúnya vagy. Nagyon csúnya vagy. Brekik. Kíváncsiak, hogy ezt a rohadt 46-os szintet mikor érjük-e? Mert ugye aztán elég jó küldetések vannak, amikor így elérjük ezeket a szinteket, amit mond a játék. Csak ez, amíg ezt megcsinálod, ez ilyen idegfeszítő. Dávidom, jó napokat kívánok! Szia, Dávidom! Mi a helyzet? Üdvözlégy!
Nyomattad még? Oda nézd, mennyi el van, bazd meg, hát nem hiszem, nem hiszem el. Még időm sem volt. Ja, amúgy visszakerült a spongyabobos mi a faszjel. Meg egyik animátumot is beraktam, de hát az kb. Még egy hét, mire azt a Twitch konfirmálja szerintem. Na várjunk, ez a bone ornament kell, azaz. Jó, és még kell nekem 6. 6, 6, 6. Az ördög jele. Na, vannak a köcsök. Mindjárt kezdődik a szolgálat. Na bassza meg. Ilyen ez a élet. Nem hagynak téged Diablót nézni, bassza meg. Törgyű. Dájdó, aztán majd meg kell beszélnünk azt a Disney cuccot. Valamikor este felé rá fogsz érni? Már nem is tudom, meddig van az akció rá. Június 12-ig, azt hiszem? Valahogy úgy. Na vártok, itt én már nem talál. De ez már nem ad semmilyen bizét. Egytől délután? Hát de akkor még itt leszek. Akkor még streamelünk. Aztán én három fél év felé megyek tornázni. És olyan fél nyolc felé jövök haza. Úgyhogy majd utána, ha neked jó. Nem találunk itt több ornamentet. Úgyhogy húzunk minden a picsába a másik helyre. Jó kis McDonald's-ot bebasznék most. De bár nem ettem ilyet szerintem másfél éve. Pizzát se, McDonald's-ot se. Nem járok sehova ilyen helyekre, basszus. Tök jó az a mezítlábos setup. Érzem a hideg talajt. Annyira nem melegszek. Nagyon jó. Hogyan? Egyébként én is előfizetek rá. Úgyhogy van, hogy e-mail adat megadod az oldalon. Majd az indulás nem tudsz, hogy igazán lehet reggelni egy akcióval. Na várjál, de most is akciós, nem? Azt hiszem úgy van, hogy június 12-ig, hogyha beregisztrálsz, akkor 12 hónap helyett 8-at fizetsz. Én valami ilyet tudok. Majd édel nekem Discordon, hogy mennyi pénzt küldjek euróba, jó? És akkor majd nyom már. Jaj, csak 12-én enged regisztrálni, addig egyáltalán nem. Na bazd meg. Ja, hogy fel kell iratkozni rá. Abba mekkora fasság. Jó, de szerintem azt neked is, azt is neked fog kellene csinálni. Mert nekem a szlovák oldal jön be azon nyomba, ahogy rákattintok. Most le kell adni a bont. Ez a lófasz, hogy hozzá ilyen régiózáros szarokba az meg, és hogyha tényleg más országból laksz és magyarul akarod nézni ezeket a szolgáltatásokat, az meg, és egyszerűen nem lehet, mert beírom, hogy Disney.hu, vagy Disney Channel plus hu, vagy valami ilyesmi, nem tudom mi oldala, és rögtön a szlovák oldalra dob. És baszhatom. Oké. Okay. Jó, megvan a 4 bounty. Megyünk házá. Állja meg. Teleport. Megyünk haza, és leadjuk, és még a másik 4-et is megcsináljuk. Nya! És menjen a fejlődés, mert a faszom ki van! Hogy ebben szopat a játék, bazd meg, hogy itten... Oké, okay, nagyon jó. Jó, majdnem meglett a 45. 2000 aranyocska, még elviszik a másik 4-et is.
így. Na várjunk, itt biztos vannak valami jutalmak. Oda nézi, azon nyomba 30 jutalom. 64 jutalom. Brutt, brutt, brutt. Ezt elérjük, akkor kurva jó lesz. Jó. One time rare chest Alva Elder if the Shadow Lottery has begin. Shadow Lottery? Az micsoda? Várj, felvettem a bountyt. Felvettem. Az mi az a Shadow Lottery, vagy mi a fasz? Nézzük. Joni. Szia, Joni. Adventure Seeker. Yamaguchi. Tamagocsi. Tamagocsim sem volt soha büdös életbe, bazd meg. Én kimaradtam ilyenekből. Na, ez miatt... Nem tudom, hova megyünk. Valahol megyünk. Na várjál, nekem ez kurva ismerős. Ezt csináltuk tegnap is, nem? Csak ilyenkor volt a agymenés, és nem emlékszek rá. Most fungál átváltozni immortállá? Ja igen, ez a immortálos csalint. Oké? Okay. Ez a kard lepaszás, ez olyan jól, olyan epiket néz ki, az meg kurvá tetszik. Oké, kapja. Nem is rám figyel, hála Istennek, úgy, hogy így ízik. Oké. Take the Eternal Crown. It had to be done. Return to Akeba. Good that you did not hesitate. Should... jó. Hát akkor ez így meg is van. Ez easy. Micsoda? The Shadow Lottery has begin. Na várjál. Én nem értem ezt a Shadow Lottery-t. Nagyon titkos, szevasz! Szia, szia, szia! Nem értem ezt a Shadow Lottery-t, hogy ez most mi a fasz. Ebben én megnyitok valami cuclimuszit, ahova bemehetnék? Aha, várj itt is. End. Két óra part... Fogalmam sincs, mi ez. Akeba Memory. Én nem tudom, mi ez, srácok. Shadow Lottery Overview. Nem tudom, és hogyha most én itten erre most rámegyek... 662 player be van regisztrálva erre a cuccra. Hát de megint ugyanaz? Megint ugyanaz most. Várj, én ebben most csináltam egy regisztrációt, avval, hogy én megöltem ezt a csávót. De akkor miért engedi ezt megcsinálni még egyszer? De én nem értem. Ezek rendes playerek lehetnek? Azt tudjuk. Miért engedi ezt még egyszer megcsinálni? Ezt akkor most végtelen mennyiségben be tudok ide jönni és megölni ezt a immortált? Ez állítólag valami ilyesmi, hogy beregisztrálok valami arcra, és vele a kudarcra, aztán nem tudom történik. Szóval ez ilyen regisztráció, hogy itten kinyírjuk ezt a paszt. De hogy utána mi van? Igen, fölvesztük ugye a koronáját. Igen, fölveszem a koronáját. És akkor ez valami item valahova, ahova be tudnék menni. Lehet, hogy onnan előbb eljöttem valahova, na ide. Például itt van ez a... És a Warband lesz a... Nem tudom. Fíj, vannak még kérdőjelek nekem ebben a játékban.
Nem tudom, mert itt azt írja. Most nem ír fasz se, de itt nem. Group of 8. Na mindegy, csináljuk a bounty-kot, baszki, aztán majd lesz valami. Nincs idő itten! Számít az idő. Mindegy, megcsináljuk a bounty-t, fejlődjünk fel 46-os szintre és menjünk tovább. Aztán majd ezekkel foglalkozunk akkor, amikor már tényleg nem lesz semmi. Semmi más. Hagyjál békén? Ennyi info a képernyőn. Hol vagyunk? Jó, messze nem tudtunk volna elteleportálni. Sikítás! Sikítsd a nevem, Ribbant! Nézd meg, ott van az experience, hogyan? És meg a játék akkora köcsök, hogy még kiírja bazd meg. Raidet? Nyomnék én, hogyha be tudnék menni, de még nem vagyok annyira erős, hogy beengedjen, baszki. Úgyhogy ez itt a legnagyobb probléma. Szintem 300 valamennyi, és oda meg 400 valamennyi kell. Vá, hogy néztük meg tegnap? Nem a beállításokba. Basszalak, hogy néztük meg tegnap aztot? Ja így, megvan. És attributes, és itt van, hogy... A combat ratingem 351. És nekünk még 440 valamennyi kell, hogy beengedjen abba a cuccba. Úgyhogy még fejlődni kell. 420, aha. Ahogy meg lesz, akkor megyünk is oda. Ma 390, az igen. Akkor te is pár órát belebasztál, Dávidom. Ma a játékba. De akkor hogyan lehet kisebb szintű, mint én? Azt mondod, hogy te 40, elbár csak kettőzik. Biztos jobb cuccokat találtál, vagy valamit jobban csináltál? Mint én. Gyorsan destroyol! Destroy! Az anyád kicsáját, bazd meg! Na. Destroy, boom, boom, boom. Ebből ötöt destroyolni kell. Oké, nyomott egy laggot a játék, csak hogy azért legyen. Már itt van még egy ilyen vérlófasz. Vérnövény. Tegnap este én is nyomattam rájuk amúgy, de hát azt segített annyit. Szerintem azokat is gyártottam tegnap este, nem? Ott elgemeztem egy 10 percet tegnap. Hol vannak ezek a vérszarok? Még ebből kell 3. És még 10 ilyen fasz talicskát meg kell ölni. Jó. Még 4-et. És még 3 ilyen vérlófasz, de hát nem látok egyet. Milyen jó volt, hogy nem ijesztettél meg, Polikám, nagyon szépen köszönöm, bassza meg ezt a eszméletlen kibaszott csírt újra, Polikám, nagyon szépen köszönöm. Amúgy jelezném, bassz meg, hogy a tegnapi videót a YouTube széttiltotta a faszomba, de egy helyen nem is lesz megtekinthető, az Oroszország, de az kit érdekel. De, Polikám, nagyon szépen köszönöm. Hú, nézzé, mit kaptunk!
Hű, na ezt már szeretem, amikor a játék így elkezd dobálni. Holly nem bírja ki, vagy ez meg. Nagyon szépen köszönöm, Hollikám. Királynő vagy. Hello. Rendben, Dávidon. Death is quite the teacher. I must wait, it seems. Félre nyomtál, Holikám? Félre nyomtad a gombot? Oké, pedig pont azt mondtam itt a srácoknak már, hogy olyan jól vagyok, mert ugye annyira nem volt időm, hogy itten nagy átveréseket gyártottam, hogy vettem fel egy fősőt, belelőttem a hajat, meg minden szar, de amúgy deréktől lefele itten kemény pizsama szedben vagyok, mezít lábú, úgyhogy és hogy a talpam most táplálja a hideget a testembe. De most így átmelegettem egy-kettő. Köszönöm, köszönöm. Holly királynő megérkezett. Kemény mezít lábos. Jó, azt mondják, hogy kettő bounty megvan, és még ez a vére faszom hiányzik három. Ami? Hol a pék faszából? Aha! Hogy ott van. Hagyjatok szúnyogok! Kurva szárnok! Holikám, egy vad állat vagy. Isten királynő, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a millió csírt, amit rám áldoztál, és mindent is nagyon szépen köpi. Hát már olyan jeleitek vannak itt a chatben, az meg, hogy nem hiszem el, rózsaszín csírbecs, piros csírbecs, eszméletlenek lettek. Jó, még egy ilyen vérfasznak kell, baszni, és vagyunk. I want it bad of me, hello. Na még 50 ilyen tököm falusit meg kell menteni, és akkor meg is van a 4 bonti. Egy mobil klíma ára? That ability must recharge. Na várjál, most melyik? A 80K? Must wait, it seems. Én nézegettem ilyen mobil klímákat amúgy, és ilyen... Amire azt mondom, hogy érdemes megvenni, az ilyen... 300 euró körül van. Ne, az a baj, nem tudom, egy 84K jelenleg most. Itt 105 euró? Faszta vagy. Ez a lófasz a csírvásárlásba, bazd meg, hogy még a Twitch is rárak magának, és ez így szar. Igen. Mert hogyha tényleg 100 csírt lehetne venni egy év rólaért, akkor az úgy fasza lenne, de hát ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Amit teszem hozzá, ugye 100 csír az 1 dollár. És az meg átkonvertálódik euróba. Úgyhogy lófasz esti fény. Pityesz! Nem.
Hát igen. Ha PC-n veszed, ugye? Mert telefonon még drágább. Jó, 14/50. A faszomat a szát az üsse! Bocsi! Néha szembe jutnak ilyen huncut rímek. Wow! Azt a kurva életbe. Ez kemény. Hát igen, amúgy, és nagyban azért jobban megéri, mert a nagy csírekre szoktak lenni ilyen akciók, nem? Ilyen 12%-a olcsóbban, bla bla bla, meg ilyesmi. De hála Istennek, hogy ezek a badge-ek, amiket most megkaptatok, ezek örökkévalóak. És ez mindig most össze mellett, mert ezt mindig fogjál látni, hogy egy állat vagy. Nekem is kell olyan gólem, bazd meg! Hát mikor kapjuk meg azt a gólemet? Olyan pajzson van, ami ad kis gólemeket. Aha. És most vedd azt, hogy 5000 bit az én nekem az 50 dollár. Szóval már ez mekkora rábaszás. Mert aztán még abból a 50 dollárból még átváltódik euróra, ami ilyen 43 lehet. Úgyhogy hát, de hát ilyen ez a élet sajnos. Rábaszás. Akkor 46. Jó, még egy ilyen faszomot meg kell megvan. Azaz, meg is van a 4 bounty. Oké, mehetünk haza. És 45-ös szintűek vagyunk, észre sem vettem amúgy. És jöhet a 46-os szint. Gyerünk játék, kérem a 46-os szint, légy szíves. Tudjunk tovább haladni. Rap. Jó. Akkor ma is megcsináltuk a 8 bontit. Kurva jók vagyunk. És akkor most a csináljuk meg. Legyen meg a battle pass. Geci. Kell egy 20-as. Még egy 10-es! Játék, ne szopass! Ne szopass, bazen, kell 10 pont! Join clan! És kapok értet. Halladé... Bárkihez csatlakozok, bazd meg! Kell 10 pont! Kari! De legyen valami magyar, hun. Várja, Zero Squad, Türki, új nemzetékbe. És most ezt el kell fogadniuk? Shadow Hunters. Tíz kibaszott pont kell, bazd meg a... Mi a faszom az? Várja. Itt van valami revárc. Cucli-mucli, ez micsoda? Lehet meg lesz! Légy szíves, játék, légy szíves, köszi.
Nem tudom, mi történik. Money, money! Petikém! Szépséges tengermély, szeretetes, jó reggelt, uram, hogy van? Hát, Petikém, kurva jól vagyok, nagyon szépen köszönöm. Hát, nézd meg ez a ösztöndíj, bazd meg. Kimeríthetetlen egy dolog. Nagyon szépen köszönöm, Petikém, király vagy. Üdve. Money, 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 money. Na, 10 pont? 10 pont? Ott a 40 pont. Ott a egy, milyen 10? 40, bazd meg. És fejlődés. 46. Ez az. Yes. És yes. Things are clearer now. Erus, egyébként olyan szavakat, poénokat lőszel itt, hogy csak nézek, nem azért, mert csúnyák, hanem azért, mert én borsodi vagyok, voltam, és szinte mindegyiket én is használom és ismerem. Hát Erus, én meg Szlovákiában élek, felvidéken, és nem tudom. Ezek csak így jönnek. Úgyhogy ha néha azt halljátok, srácok, hogy ilyen furcsán beszélek például, vagy ilyen tájszólással, vagy stb. Ez ezért van. Meg a káromkodás az megy ezerre. Hát sajnos az beleégette a vérembe. A verembe. Petikém, köszönöm a jutatást, köszi. Én is jászági jó szó, mi van? Jászági szólással nyugi. Na, Battle Pass. És azon nyom a 46-os szint, ez nagyon jó, ez tetszik. Jászági. Jászsági. Mi van? Jászsági. Nem tudok olvasni, nagyon jó. Na. Akkor. Shadow Lottery bekaphassa. Egy is bekaphassa. És akkor. Megyünk a főküldinkre. Ödönke. Szavasz ödönke. Megyünk át új helyre. Megyünk át új helyre. Ez az nagyon szexuális. Megyünk hajózni egyet. Az a baj, srácok, hogy fogalmam sincs, merre van ipolyság. Igen, ezt láttam, hogy felvidéki vagy, nincs is ezzel a gond, csak olyan, mintha egy helyről jöttünk volna. Na, de ez tök jó, hogy így egy streamer és egy néző, vagy egy közösségi tag megtalálja így egymással a kapcsolatot ilyen téren is, mert az mindig hozzásegíti ahhoz, hogy jókat tudjanak dumálni, be tudjon csatlakozni ide a chatbe, ide a többi emberkéhez, mert itt gondolom olyan emberek gyűjnek össze, akik így velem együtt tudnak azonosulni minden csúnya beszédtől kezdve minden fasságommal, ami van. Úgyhogy király. Na, kezdek izzadni, nagyon jó. Elindultak az izzadságmirigyek a testömbe. Így van, mint Mark barátunk. Igen. Itt lakik tőlem kb. 20 pár kilométerre, de még egyszer is találkoztam vele. Oza! Lust lesz. Azt mondja, lust lesz egény. Follow Oza Sentinel. Na akkor mennyi Oza a coffoddal? Hogy tegyem oda a coffodnak. Tehát, hogyha Oza valami lesz köztünk, akkor azt a hajadot szétengedj rám. Én szeretem, amikor csikiz a haj. Egy kis ilyen belsős információ. Még amit nem láttunk a pizsamagatyóddal? Hát, szeretnétek látni? Szép türkiszkék színű, mint a hupikék törpikék, bazdmeg. Egy picit világosabb. Oké, lábmutogató stream. Mondom én. Pizsamaizon. Meg mezít lábizon, nem hazudok. Túl sok.
Istenem. Oké. So we isolate the cars. Bold. The goatmen are at the gates. Istenem. To arms. Én ezt bírom, hogy ti kis ilyen őrültek vagytok, mint én, látod? És ez a legjobb. A legjobb, amikor a... vagyis amikor ti kis ilyen ekkora őrült állatok vagytok, mint én. Oké. Biohazard, hello. Szia, Biokám, mi a helyzet? Pont jókor jöttél, látod? Még nem tudom, hogy még elkaptad a lábamot, de pont jókor jöttél. Na, meg is van a 10 defeat. Akinek lábfét is van, az most igen rúgsz. Amúgy? Most megint, hogyha már ilyen belsős információnál tartunk, akkor nekem amúgy van picit. Those damn things emerged from the village so quickly. They were agreed. Én nekem volt egy olyan csaj életemben, akivel azért szakítottam, mert csúnya lábujjai voltak. Who knows what we'll find. Here we go. Money talks. Nem bír magával a Peti! Dala. Nagyon szépen köszönöm a 1 dodó és 2 centet. Na várj, és avval 2 centet szólj. Nagyon szépen köfi. Király vagy, Petikém. Így van, Nicolettus, így van. Na bassza meg, pont megint nem tudtam befejezni itt a szexuális életemről való beszélgetést, mert itten... Ki az a büdös, aki donétel? Nekem is donész, hát. Várj, Petikém, mindjárt visszaküldöm, jó? És akkor te is kapsz valamit. Szóval nekem is van egy kis lábfétisem, és tényleg én szeretem, hogyha egy nőnek szép lábújai vannak, mert ott lehet nyalókázni, értedek? Egy kis szopóka, minden, halalala. De csak akkor, hogyha persze szép. Mondom, egyszer volt olyan bazd meg egy olyan nőm, akivel azért szakítottam, mert csúnya lábújai voltak. És ezt mikor veszed észre? Érted, mikor veszed észre, amikor valakinek csúnya lábúja van? Akkor bazd meg, amikor már megy a menet. Aztán már muszáj végigmenni. Basz. Kibászott a kútból. Guard Creed. Thank the blessed light you two arrived. Jó, hogy nincs nő. He distracted them. Grin. Is where's fat Vaughn managed to nyáron kell randizni szandálkába. Come on, adventurer. We need to head to the town square. Én avval a csajjal télen ismerkedtem meg. Úgyhogy nem voltak szandálok. Úgyhogy ez ilyen téli akció volt. Ami nagyon gyorsan elterjedt oda, hogy itten neki mentünk a dolgoknak. Azt elég sokáig bírtam amúgy. De nem baj, de tényleg volt ilyen, hogy nem tetszett valakinek a lábúja, és azért ment. De ezek már csak ilyen detailok, ez már én fasságom, srácok. Szandázokni és túl gyerek, ha véletlenül nap. Pedig a szandázokni régen menő volt amúgy. Pedig azt mondják, hogy az soha nem volt menő, de amúgy ilyen mikor? Ilyen 2000-es években kurvára ment a... Hát hogy menik a lettis? Az alap. Ha mondom, hogy a csajom volt. Nem is tudom, talán 2-3 hónap. Vagy lehet tovább. Nem emlékszem, régen volt már az 2 évvel. 1800-ból így. Ez egy 1800-ból. Na. Megint hova lyukadtunk ki, bazd meg a lábomtól, érted? Ma megint lyukadtunk oda, hogy kit dugtam meg. Meg a szex. Azt mondom én. Még hogy én vagyok pervers. Tik vagytok a legnagyobb perverzek, csak mondom, szégyeljétek el magatokat a picsába. Nincs zokni. Hogy lehet zoknibe szexelni most komolyan? Mindent le kell dobni a picsába. Az úgy a jó. Amikor a test hozzáér a másik testhez és... Már Jézusom! Mehet a GG! Meghalok! Atya úristen, Mark oda baszta, bassz meg! Mark, nagyon szépen köszönöm a 5 dodót!
Nagyon szépen köszönöm, srácok, megint mi a faszomot műveltek, bazd meg. Ne, egyszerűen megy a őrület tovább. Szent Szűz Mária, nagyon szépen köszönöm. Ma a mezítelen lábfejem segít abba, hogy ne izzadjak komolyan. Már nem tudom, mit találjam ki. Hozok ide egy lavort és... Amúgy mekkora ötletet kitaláltam most, bassza meg. Hozok ide egy lavort és beleteszem a lábot. Easy. Aztán megbasz árom. Peti, nézzétek meg embereket, bassz meg. Nem hiszem el. Ventilátort is akartam beizzítani. Márk amúgy, bocsánat, elfelejtettem olvasni. Szia uram, ajtó rendben, tudod, csak a szokásos. Nagyon szépen köszönöm. És Petikém, én sem legyek elfeledve, nem vagyok, vagy elfeledve, Petikém, királyok vagytok. Mi ez zene? Hát valami dollár az zene. Petikém már nyomassa itt 10 percre egy dodókat amúgy. Nagyon szépen köszönöm, srácok, tényleg. Oli, Peti, Mark, mindenkinek. Na. Mi a küldünk? Megint nem hagynak emberek játszani, érted? Meg itt a nagy téma, a lábfétis, a minden, a lábnyalogatástól kezdve, vagyis a lábújnyalogatás, és nem hagynak végigmondani egy mondatot. Szopkod ki a... Nem bírok magammal, mi van velem? Nem bírok magammal. És a... Oké, Oza, mi az a kettő pöttya fejre? Most nézem, hát ebből nem lesznek szexualizálások. Nem uti a lábujjadot? Várja, ő papucsban van. Nem tudom beközelíteni. Jézusom, milyen tömeg szexuális grupben folyik itt, hölgyém és uhaim! Nem látunk semmit az ég világon. De mindenki meghalt. Az a lényeg. Van ilyen baszó kéken, amik vannak. Inventory full, ezt a üzenetet szeretem a legjobban. Bassza, meg vissza kell menni a faluba. Muszáj. Mondom, navigate. Aztán mindjárt visszafutunk. Be kell nyomatni a cuccokat. Mit akar a gemestőlem? Hello! Hello, my friend! None again. Oh, I see. Kovács? Ivore. Szavasz, Ivore. Na de csak beköszönni jöttem. Puci, jó gémet, ciao. Szia, Biokán, köszönjük, hogy benéztél. Szavasz, szavasz. Azt mondja, hogy várja, nézzük meg, hogy van egy jobb cuccunk. Oda nézve van jobb gatyánk. Azon nyomba magunkra húzzuk a gatyát, ha már rajtam pizsama van. Itt van nekünk egy legendáris item, amiről megint elfeledkeztem. Nagyon jó. De a többi mehet a kukába. Job well done. Na, akkor nyomunk egy identifitit. Navigátor ident... azaz, oda akarok navigálódni. Hallod, játék kikészítesz idegileg. Itt van, bazd meg, mellettem a identifiter, érted? Jó, az a szemüveg, Zoltán. Nem túl erős? Hogy is volt? Baszó szemüveg? Nézd meg, ő le akarja vetetni velem, bazd meg a kizét, érted? Tutti! Tutti le akarja vetetni velem a szöveget. A kis rafinát. Vártok? Ó, bassza meg, hogy néz ki. Jézusom! Ad ide! Nagyon jó. Nagyon jó. Már kurva sok aranyunk van. Arany, 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 arany. DC-n küldtél egy képet.
Az igen, nagyon szépen közi. Most az egyszer nem lesz ilyen szemét. Nagyon szépen köszönöm, Mark, hogy rajtam hagyod a baszó Sex Terminator szövegemet. Jó, és akkor nekünk még itt vannak itt ilyen szexuális player versus player combat ratingünk, és még itten... Itten Fire Archimedes Claim. Jó, mindent begyűjtöttem, azt hiszem. És akkor menjünk vissza. Kellett a helyi inventoriba. Na tegnap vodkára, meg juice-ra összegyűlt az eton, most akkor mire spórolunk? Hát mindenképpen a mikrofonos podcast-szetre, srácok. Az igaz, hogy még kéne vennem egy asztalt, mert kurvára nem férek el asztalon. Na most van itt egy kettő monitor és így ennyi, úgyhogy nagyon kéne nekem egy nagyobb asztal. De utána mindenképpen a podcast-setupot elkezdünk gyűjteni, hogy is megvegyem. És akkor mehetnek a beszélgetések, nagyon jó lesz. Ebből a szexuális mikrofonból kell még ilyen kettő. Meg kettő webkamera, bla bla bla. Úgyhogy jó lesz ez. Majd egyszer összejön. Azt megint azt akarja, hogy tapiskálja maga menni, tehát ez nem normális. Maga nem normális. Nézd meg a Petit, bassz meg, nézd meg, nem bírja ki. Money, 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 money. Dala, dala. Petike nem bír magával, nagyon szépen köszönöm, itt egy kis asztalra való. Oké, elrakjuk az asztal alapba, nagyon szépen köszönöm, Petike. Majd ha meg lesz asztal, majd rakunk ki Instagramra egy képet, és ott lesz, hogy ezt a Peti vette meg. Nagyon szépen köszönöm, Petike. Íh, mi folyik itt? Hát a berserker meg lett bassizva. Itt mindenki meg van bassizva. Find the cultist lair. Money, 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 money. Belebasztatok a fejembe ezt a zenét. Hogy most mindig megnyomom a hatam, amikor nem kéne? Hú, vártok srác. Hú, az meg le kell állítanom a felvételt, mert már eltelt egy óra.